2021. augusztus 1-én megjelent egy igazán gigászi nagy technikkészlet, ami a számomra elég kedves témakörben jelent meg, nagyon jól tudjátok, szeretem az autókat, pláne, hogy a technikkészletről van szó, és akkor frissiben mégsem mutattam be nektek, egyébként erre külön ki is tértem az unboxing adásában, ha még nem láttátok, akkor fönn meg tudjátok nézni, de most a LEGO nagykövetségi rendszerének hára elérkezett hozzám ez a készlet is, úgyhogy a mai adásban ezt fogjuk megnézni, ez itt az Építs Fel, vágjunk is bele! Hát a dobozon egyértelműen észrevehető, hogy tényleg nem kis szetről van szó, de mégiscsak 12 pluszos LEGO Technic feliratunk van, 42129-es, 4x4-es Mercedes-Benz Zetros Trial Track a neve, jó hosszú készletről, vagy jó hosszú nevű készletről van szó, 2110 darabos a készlet, van egy Merci logónk, és itt van a LEGO Technic Control Plus logója is, tehát ez egy távirányítású autó lesz, tudom, hogy sokan szeretitek, úgyhogy ezért is érkezett a bemutatója. Ha megfordítom ezt a dobozt, akkor látható, hogy hogyan is néz ki ez az autó másik szemszögből. 48 cm hosszú lesz, ami egyáltalán nem kicsinek számít. Van néhány technikai adat leírva magáról, erről a hatalmas nagy dögről. És egyébként az, hogy tényleg 4x4-es funkciók lesznek ebben, úgyhogy gondolom ez majd a távirányításban is ki fog jönni. De hogy ez pontosan hogyan is működik, azt csak a kibontás után tudjuk meg. Oké, dobozban doboz, viszont egy nagyon keskeny doboz van benne. És gumiabroncsok. A csomagban összesen 21 darab számozott zacskóval találkozunk, akik utálják a matricákat, készüljenek fel. Lehet majd ragasztani másfél óráig, de az összerakás útmutató viszont gigászi vastag. Összesen 300 pál oldal, ha jól emlékszem, 368 és 634. lépésből áll ez a gép, viszont meglepő módon ahhoz képest, hogy egy licenszelt készletről van szó, semmit nem tudunk meg ezzel a Mercedes-szel kapcsolatban, úgyhogy kénytelen leszek majd én infókat előásni nektek a következő építési szakaszra. De ahhoz, hogy extra információkat tudjak nektek keresni, hát ahhoz bizony nem árt néha óvatosnak lenni az interneten, és hát erre adhat megoldás a mai adás szponzora, a Surfshark VPN. Tudtad-e, mit jelent a VPN? Virtual Private Network, azaz virtuális magánhálózat. Tehát mit tud nyújtani nekünk a Surfshark VPN? De először is szerintem a legfontosabb, internetes biztonságot ad, de emellett természetesen különböző kényelmi funkciók is vannak benne, mint például az, hogyha otthon megkezdtetek egy Netflix vagy egy HBO Max sorozatot, akkor azt külföldön is tudjátok folytatni, hiszen csak átállítjátok a régiókódot, és már mehet ott is magyarul ugyanaz a sorozat. És a legfontosabb ebben az egészben, hogy egy felhasználó is elég ahhoz, hogy egy egész család tudja élvezni ezt a szolgáltatást. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy korlátlan mennyiségű eszközt tudtok hozzáadni egyetlen felhasználóhoz. Ez a csomaghoz még extrában hozzátartozik a Surfshark One is, aminek keretén belül például meg tudjátok akadályozni a kifejezetten számotokra szabott reklám ajánlatokat is, ezzel ezeket simán le tudjátok blokkolni, hiszen ugye a keresési előzményeitek alapján általában olyan reklámokat szoktatok látni, amit titeket is érdekel, na most ez ezzel simán blokkolható. Na, de hogy ez nektek mennyibe is fog kerülni? Hát igazából már a képernyőn láthatjátok is a megoldás, hogyha az én kuponkódomat használjátok, egyébként link a leírásba, kattintsátok le, nagyon sokat tudtok vele segíteni, akkor 83% kedvezményben részesültök, az első 3 hónap teljesen ingyenes lesz, és egy hónapon belül bármikor le tudjátok mondani, úgyhogy igazából teljesen rizikómentes a kipróbálás. Most pedig vissza a videóhoz. Hát, ja, építési szakasz, ez a videó is azok közé, a videók közé tartozik, amelynek elveszett sajnos az építési része, úgyhogy hát olyan sok mindent nem kell ezzel a készlettel kapcsolatban keresni, remélem többször ilyen nem fog előfordulni, most pedig nézzük is meg, hogy hát hogyan néz ki összeépítve. Építési szempontból szerintem nagyon jól vizsgázik ez a készlet, bár sajnos már megint feltűnik az a hiba, mint mostanában az összes technik készletnél, ami távirányítással működik, hogy sajnálatos módon nem tudják a felénél azt beiktatni, hogy lehessen leellenőrizni, hogy mindent összeraktatok-e jól, mert hogyha itt valamit benéztetek, utána soha többé nem lesz esélyetek arra, hogy normálisan ki tudjátok javítani. Nyilván, hogyha teljesen szétszeditek és újra összerakjátok, akkor van esély arra, hogy kijavítjátok azt a hibát, de nehogy már így a felénél ne tudjuk beindítani a dolgokat. A felénél igazából még az elem tartó sincsen belerakva, úgyhogy esélyünk sincsen normális módon kipróbálni. Nyilván, hogyha ti belemúkoljátok a dolgokat, akkor ki tudjátok próbálni, hogy egyáltalán működik-e a dolog, de így gyárilag sajnos erre nem gondolt a LEGO, úgyhogy szerintem ez egy hatalmas nagy probléma, rengeteg nagy bonyodalmat tud okozni, hogyha egy dolgot itt benéztek, hiszen technikészletről van szó, de még mielőtt megnéznénk a távirányítású funkciókat, nézzük körbe a járművünket.
Ahogy látjátok, ez a 4x4-es Zetros megkapta ezeket a nagyon jellegzetes sötét, szürke és világos zöld színeket. Szerintem egészen jól mutat rajta, nem a kedvenc színkombinációm, de mivel egy versenygépről van szó, ezek az élénk színek jól állnak neki. Természetesen matricát 70 tonnát kellett ráragasztanom, ez mind itt a fülke részen is, mind a plató részen is egészen jól látszódik. Nem szeretem, versenyautóról van szó, úgyhogy elnézem neki. És mivel egy 4x4-es offroados gépet kapunk, ne felejtsük el, természetesen felfüggesztés is jár hozzá, ez már nem lehet újdonság a Technic Legó rajongóinak, de azért tök jó látni, hogy egy ilyen távirányítású készletbe is tényleg belerakták ezt a funkciót, bár szerintem egy kicsit keményen, nyilván kicsivel puhábbak is lehetnének ezek a rugók, mert hogyha tényleg távirányítású autóként használjátok, akkor azért nem ártana, hogy egy kicsivel puhábbak lennének ezek a rugók, de ez már csak szőr, szár, hasogatás. Ha megnézzük a kocsink orrát, láthatjátok, hogy van rajta egy hatalmas nagy lökhárító, ahova egyébként ugyanúgy matricákat kellett ragasztani, de van egy kis kacsa, amit így egy kis vicces gagként föl kellett rakni az elejére, van egy printelt Mercedes rogunk, és fölötte egy Zetros matrica, és egyébként a matrica tenger folytatódik a motorház tetőn is, ami egy mozgatható alkatrész, előre tudjuk buktatni, és akkor így meg tudjátok nézni azt a kamu motort, amit bele kellett építenünk, egyébként System alkatrészekből, tetejére még Mercedes logót is kellett rakni, de a radiátorhoz van egy kis pörgetyű, mivel ezzel a propellerrel egészen jól imitálják, hogy az bizony a hűtő található. Tovább haladván hatalmas nagy kerékjáratívekhez érkezünk, és fun fact, 2022-ben, amikor bemutatták ezt a készletet, ezzel a szettel mutatkozott be ez a vadonatúj gumi abroncs, nagyon bordázott, egy picivel nagyobb, mint a régebbi verziója, és hát ezen az autón szerintem egészen jól mutat, de azért figyeljetek oda, hogy a kerékközép díszek nem egyformák előre és hátul, előre egy ilyen fogaskerék mintával találkozunk, még hátul csak egy sima, egyszerű Lego alkatrész kellett belerakni, ami díszítés gyanán szerintem nagyon jól működik rajta, és hát végül is érkezünk a fülkénkhez, aminek az egyik oldalán egy snorkel található, tehát nagyon mély vízbe is bele tud menni, fölülről kapja az oxigént, természetesen az ajtókat ki tudjuk nyitni, ez már annyira nem lehet nagy meglepetés számotokra. Három ülés is bele van építve, amik egyébként mozgatható alkatrészek, egy kicsit előre tudjátok buktatni őket, és ezáltal sokkal könnyebben hozzá tudtok férni majd az elemtartóhoz, amiről majd egy kicsit később beszélek nektek, de egyébként itt van egy kamu kormány is, sajnos ez egyáltalán nincsen sehova bekötve, távirányítás autóról van szó, úgyhogy az annyira nem lehet nagy meglepetés számotokra. Sőt, még egy Mercedes logós matricát is kellett ragasztanunk a kormány közepére, ami egy egyszer egyes Lego elem. Na nehogy már ezt ne tudják printelni, ez szerintem rettentő gagyénysége, meg nagyon nehéz ráragasztani. Tehát az eléggé kellett malkolni, hogy középre kerüljön, és még van egy kis közép konzol részünk is, ami egyébként szerintem nem néz ki annyira jól, viszont a legviccesebb rész, hát most kövezzetek meg, én nem emlékszek arra, hogy egy Technic készletben lettek volna ablaktörlő lapátok. Tehát ennek a Technic készletnek az a lényeg, hogy nincsenek benne általában ablakok, és mégis raktak erre a készletre három darab ablaktörlőt is, tehát mit töröl? Nincsen benne ablak, de ettől függetlenül tényleg jól néz ki. Kicsit furcsa, hogy ezt bele kellett építeni. Haladván tovább a tetejéhez egy ilyen nagy bukókeret van rajta, hiszen versenygépről van szó, még ellámpákat is kellett felszerelnem, és egyébként az oldalán még tovább hatalmas nagy matricákat kellett raknom. Van egy hatalmas nagy kidőrrendő, lényegében egy hatalmas nagy kéming kapunk a hátuljára, és itt van az elemtartó. Hát ez a rengeteg motor, hiszen összesen 4 darab motor található ebben a szörnyetekben. Van egy darab medium és 3 darab L-es motor benne. Ehhez egy bazi nagy elemtartó is társul, amiben 6 darab duplás elemet kellett raknunk. És egyébként itt láthatjátok, hogy a kábel elvezetés egyébként szerintem nem sikerült annyira jól. Eléggé kúszák a kábelek, ezt kicsit szebben is el lehetett volna vezetni. De ezt az elemtartót egyébként ki is lehet venni, ha ki akarjátok benne cserélni az elemet, de egyébként ezért is utaltam az előbb erre, amikor mondtam, hogy előre lehet hajtani az üléseket, hiszen a belsőben is valamilyen szinten ki lehet cserélni, hát legalábbis az útmutató szerint nekem nem sikerült, én csak úgy bírtam ki cserélni az elemeket, hogy itt ezeket a hátsó pöcköket leszereltem és kivettem az egész elemtartót, hát nem a legkényelmesebb az elemeket benne cserélni, úgyhogy frisseket tegyetek bele, ha sokat akartok vele játszani, mert utána kényelmetlen lesz a cseréje, haladunk tovább. Elérkezünk a zöld platónkhoz, matrica tenger, még az alján is különböző matricákat kellett felrakni, és egyébként is elérkezünk a gépünk hátsó részére, System alkatrészekből épített hátsó lámpákat kapunk, matricákat, ahol azt is bemutatja, hogy ez bizony eléggé meredek szögben is fel tud menni, de hogy mennyire meredek szögben, azt most már nézzük is meg a távirányítású tesztem. Ahhoz, hogy játszani tudjatok ezzel a készlettel, igazából nincs is másra szükségetek, hát először is, mint a fantáziátokra, hiszen elemek nélkül is simán tudtok vele játszani.
hiszen ez egy LEGO készlet, de hogyha távirányítású autóként szeretnétek vele játszani, akkor szükségetek van a telefonotokra, 6 darab duplás elemre, amit beletesztek a gépbe, és elindítjátok a telefonon a Control Plus nevezetű alkalmazást, amivel először hát ki kell választanotok azt, hogy milyen LEGO készletetek van, és egyébként itt például azt is bemutatja, hogy itt van a CAT D11-es bulldozer, nézzétek meg fönt a sarokban, hogyha még nem láttátok, annak például azért is hiúsult meg az a része, hát először is azért hiúsult meg a távirányítású része, mert akkor még nem volt kész az applikáció, amikor már megkaptam a szettet, viszont egy dolgot benéztem benne, és miután hát elindult az applikáció, sajnos hát az az egy dolog valamiért megakadályozta azt, hogy normálisan működjön, és hát utána nem volt már kedvem megkeresni a hibát és újra összeépíteni, úgyhogy hát sajnos ezért lenne jó, ha fél időben tudnák ellenőrizni, hogy vajon mit rontunk el, ha valamit elrontunk, de most ne is ezen legyen a szó, indítsuk el, rámegyünk arra, hogy Drive szépen betölti a kis appot, elindítjuk a zöld gomb segítségével a dolgokat, össze fognak párosodni, és akkor már kész is lesz a játékra, aminek egyébként az a jele, hogy valami kis extra hangot is kiad a telefon, nem tudom, hogy ezt mennyire fogjátok hallani, de így zúg meg egy kicsit, ez is zúg, sőt még dudálni is lehet vele. Nem tudom mennyire hallatszik, de dudálkodni is lehet vele, és ezután meglátjátok a felületet, ami hát olyan sok izgalmat szerintem nem rejt magában. Hogyha egy ilyen alkalmazást láttatok, akkor szerintem már láttátok az összeset. Lehet előre menni, lehet hátra menni, természetesen irányba is tudjuk állítani, másik irányba is tudjuk állítani, és igazából így lehet játszani vele, és igazából már látjátok is rajta, hogy nem, ezzel fogjátok a sebességi rekordot megdönteni, de igazából ezt elnézem ennek a készletnek, hiszen a valóságban is hatalmas nagy gépről van szó, úgyhogy megérthető, hogy nem annyira gyors, bár azért van benne 4 motor is, azt hiszem már azt az előbb is említettem nektek, úgyhogy azért lehetne egy picivel gyorsabb, nekem mindig ez a legnagyobb probléma ezekkel a LEGO készletekkel, hogy egy kicsit túlárazottak, mivel tele vannak motorokkal, másik meg az, hogy ha már ennyire tele van a motorra, akkor miért nem gyorsabb? Sajnos még, hát vagy nem bírták megoldani, vagy nem is akarták megoldani, mivel egy gyerekjátékról van szó, úgyhogy hát nem tudom, nekem mindig hiányzott a sebesség ezekből a készletekből, de ez az én problémám legyen. Aztán a legfontosabb dolog, ami ebben a készletben van, hogy van benne difizár. Na most, hogy ez a difizár mire szolgál, ezt nagyon egyszerűen be tudom nektek mutatni, vagyis hát annyira egyszerűen nem is tudtam bemutatni, először meg kellett építeni egy kis pályát hozzá, hiszen ez a legnagyobb érdekesség ebben a készletben, hogy nagyon meredek szögben is föl tud menni, elméletileg 45 fokos szögben föl tud menni, de most én a lakásban nem találtam olyan dolgot, amit 45 fokos szögben föl bírtam volna állítani, úgyhogy nekem a legmagasabb 31 fok volt, de azt easy módra teljesítette, viszont ezt, hogy easy módra tudja teljesíteni, be kell kapcsolnunk a difizárat. És ezt hol tudjátok megtenni, itt van a kar mellett, most éppen nyitva van a zár, és most lezárom. Kinyitom, lezárom. Kinyitom, lezárom. És hogyha lezárom, akkor a kerekek teljesen függetlenül tudnak forogni egymástól. Ezen a felvételen most pontosan azt látjátok, hogy ha lefogom az egyik kereket, attól a másik oldalán lévő kerék még ugyanúgy forog, és ezáltal sokkal könnyebben föl tud araszolni az emelkedőn. És egyébként, hogy honnan tudom, hogy 31 fokos emelkedőt csináltam, van egy gyroszkóp az alkalmazásban, látjátok, most megemelem, és akkor már egyből változnak is az adatok. Szerintem ezt ti egészen jól látjátok. Viszont ami a legérdekesebb ebben az applikációban, az az, hogy van benne egy olyan funkció, amivel létrehozták ezt a kis AR élményt. Soha nem láttam még LEGO készletben ilyenet, ilyen dolgot. Tehát be tudjátok szkennelni a készletet, és anélkül, hogy szétszednétek, bele tudtok nézni a belsőbe. Hát ez mekkora cool már! Általában ugye ezeknek a készleteknek az a legnagyobb baja, hogy összeépítési szempontból tényleg baromi jó a belsejét összeépíteni, de utána soha többé nem fogjátok látni. Az AR segítségével gyönyörűen meg tudjuk nézni, hogy milyen hajtáslánc, hol van az a rengeteg fogaskerék, hova kellett a motrokat beleépíteni, ott van szépen a 3, az elején az 1 darab motor, sőt, még animációkat is tudunk kicsikarni belőle, így néz ki működés közben, miközben távirányítom a dolgot, így forognának a dolgok, látjátok ott azokat a fogaskerék tengereket, forognak a kerekek, más funkciót is be tudunk mutatni, így fordulnak a kerekek, és egyébként itt van az, hogy a diffit nyitjuk és zárjuk. Nyitja és zárja. Nyitja
és zárja. És ez engem teljesen levett a lábamról. Előtte én még nem találkoztam ilyen kis extra dologgal. Engem ez sokkal jobban érdekelt, mint maga a távirányítás, a funkció. Ezt már sokszor elmondtam nektek. Nekem annyira nem sokat jelent az, hogy lehet távirányítani egy LEGO készletet. Ha már távirányítású autóval akarok játszani, akkor inkább veszek egy kifejezetten távirányítású autót. Gyorsabb, olcsóbb, viszont ebben itt van az a funkció, hogy ti tudjátok összeépíteni, úgyhogy ez a ti dolgotok, ti döntitek el, hogy nektek ez hogyan is tetszik. De ez, hogy belerakták ezt az IR funkciót, ezzel engem megvettek kilóra. Összegezzünk tehát, srácok! Ez a készlet kifejezetten a távirányítós autó rajongóknak készült, bár azért itt-ott némi hibával rendelkezik ez a készlet. Továbbra sem értem, hogy miért nem lehet a felénél kipróbálni, hogy összeraktátok-e normálisan. Ha valamit benéztek, soha nem tudjátok utána kijavítani, de ettől függetlenül a kinézetet szerintem egészen jól elkapták, kiállítási darabnak szerintem egészen jól működik. Az, hogy benne van egy diffizár, az tényleg egészen menő működik, és amit még nem is említettem nektek, ezt most még a végén így be kell nektek mutatnom. Eleve vannak ilyen kis bóják, amit lehet kerülgetni, ha szeretnétek. Vannak itt poraloltók, hogyha valami balul üt neki, de itt van egy kis csapóajtó, amit hogyha felemelek, akkor be tudtok nézni a motor belsejébe, és ott meglátjátok azt a fogaskerék tengert, szóval nem csak az IR funkción keresztül tudjátok megnézni, hanem a valóságban is azért elérhetővé tették, azért ez nem olyan szokványos egy ilyen típusú LEGO készletnél, úgyhogy összességében szerintem egy egészen jó élmény volt. A kérdés már csak az, hogy kinek ér meg ennyit egy ilyen élmény. Nos, srácok, hát ez volt a 42129-es Mercedes Z-Cross bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, a lájkokat ne felejtsétek el, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a tendő. Én pedig még egyszer szeretném megköszönni a LEGO-nak és a Surfshark-nak, hogy támogatták ennek a mai adásnak az elkészültjét, és ne felejtsétek el, a Surfshark-nak van egy extra linkje a leírásban, hogyha megkattintjátok, azzal nekem rengeteget tudtok segíteni, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!